Magyarországon egy felmérés alapján 100 emberből 70 ember úgy gondolja, hogy néha meg kell sérteni a törvényeket, a szabályokat, ahhoz, hogy boldogulni tudjunk. Ugye kérem, valaki hallotta volna már ezeket a mondatokat, hogy kér számlát, köszönöm, nem kérek, hogy a számlát mennyiről, mire állíthatom ki, vagy adhatok esetleg számlát én valamiről, vagy a könyvelést ellopták, elvázott a kutya elrágta, vagy az ügyvezető Szerbiában, Ukrajnában, egyéb jogsegélyekkel, hadilában álló országokban, büntetőjogi intézkedések tekintetében, ami már Dandár Tábor is mondta, ugye, hogy
sikerült, de azért vannak benne elég, hát hogy mondjam, véleményes törésű részek is, mert gyerekekülne járni a dolog. Nagyon fontos, amit ügyész is mondott, a titkos információgyűjtések kérdése, a műszervezetek feltárása, ugye itt a haszonhúzó pénzfelelők, strómanok, könyvelők, lehallgatása, beépítése, struktúrátlátása érdekében, és hát elkerülhetetlen, ezért azt mondom, tudati oldal bizonyítására is, hogy nem véletlen számlabefoglalókról beszélünk, hanem igenis tudta, nem pedig csak tudnia kellett volna, hogy ő egy számlázási láncban lesz például részt. Más nagyon fontos kérdés itt, a nyomvaniság kérdése erről is volt szó, tehát, hogy a begyűjtött információk alapján, hogyha bűncselekmény jön, mivel fennáll feljelentést kell tenni, legfőbb ügyészség iránymutatásában is egyébként erre már egyértelműen utasítja az ügyészségeket, és innentől kezdve csak titkos adatszerzésként működhet tovább. Nyilván ez annak az oka volt, hogy nagyon sok büntető eljárásban a bíróságok kiegyeztették a nyomvaniság elvének meg nem felelő bizonyítékokat. Amiről itt nem volt szó, és szerintem nagyon fontos, a Szabolcs-Misi Magyarország elleni ügye, ami szintén a külső engedélyhez kötött, de miniszter által elrendelt titkos információ, a miniszter által engedélyezett titkos információ gyűjtéseket, ezeket most már jogerősen az Emberi Jogi Bíróság jogellenesnek tartja, az Emberi Jogi Egyezmény 8. cikkében ütközőnek, ott pedig a bírói kontroll hiánya. Most itt várjuk, hogy jogalkotó mit fog lépni, az Ötvös Károly Intézet igazgatója nyílt levéllel fordult egyébként a belügyminiszterhez és az igazságügyi miniszterhez, hogy lesz-e valamilyen kezdeményezés jogalkotásra. Két másik fontos jogi intézménye jogi személyekkel szemben büntető jogi intézkedések lehetőségek, csalások esetén jellemzően érintettek jogi személyek ilyen metódikákban, ilyen számlázási láncokban például. Itt ugye a legfontosabb szankció véleményem szerint a pénzbírság, ami az elért vagy elérni kívánt vagyoni előny háromszorosa lehet, és itt van egy igen fontos lehet a gyakorlat számára, a legfüggőség álláspontjából párhuzamosan az én véleményem is az, hogy ez egy represszív célszolgáló intézmény, tehát emellett párhuzamosan reparatív vagyonelhózás intézményének helye van, és mind a kettőre ugye biztosítás érdekében záralávétel is elrendelhető. Vagyonelhózások esetén főszabály szerint helye van a költségvetési csalásban az adóhiány mértékére, de nincs helye, hogy a kétszeres eljárás tilalma miatt, hogyha már az adóhatóság, mint a jogi személy, az adó hiány megfizetésére kötelezte, hogy nincs helye, vagy hogyha nem bizonyítható, hogy kigazdagodott ezzel, mivel hogy ez egy reparatív jogintézmény. Az eredmény tekintetében szerintem már sokan beszéltünk erről a kérdésről, ugye az ÁFA, hogy itt a büntetőbíróság nincsenek kötve, ugye más hatóságok, vagy bíróságok döntéseihez, de álláspontom szerint is kizárólag nem objektívnek az Unió bíróság által, nem objektívnek megítélt körülmények alapján nem lehet büntetőjogi felelősséget, bűnös tudatot megállapítani. Az ilyen módon tényről tényre való következtetés egy kettős eredménye fog vezetni, hogy a közigazgatási bíróság akár legfelső szinten is azt fogják mondani, hogy nincs adóhiány, a büntetőbíróságnak azt fogják mondani, hogy már pedig van büntetőjogi felelősség, ezért azt gondolom, hogy ez hát nem egy jó biztonságos dolog. Társasági adókat tekintetében ez az, ami még járulékosan állva csalásos esetekben elő szokott fordulni, ugye ilyenkor a tényleges eredményből kell kiindulni. Bocsánat, hogy másodperc, még az osztalék és adónemek esetében, egészségű osztalék és adónemek esetében jellemzően nem kerül megállapításra adóhiány, hiszen itt az önvállaló kötelezés tilalma és a bizonyítottság hiányának okán ezekben nem lehet eljárni, vagy büntetőjogi felelősséget megállapítani. A társasági adóra visszatérve itt a tényleges eredményből kell kiindulni, ahogy újraindulító is mondta, tehát a bevételek és a kiadások különbözetét kell venni. Egyes büntetőbíróságok, én szerintem tévesen becsléssel szokták megállapítani a kiadást, hogy mennyi volt az a kiadás, ami a cégnél felmerült. Hát ez szerintem szemben megy a vége alapelvvel, aki egy sérült kizáró bizonyítása, itt élő tábla legfőbb ügyészség vizsgálati tervében is becslés bizonytalannak és pontatlannak tartja, és hát a kommentár is az adóbevételt, ugye, vagy az adóbevétel csökkenését, ugye forintban pontos összegben kell szükséges meghatározni. Hát
terminológiával éltünk, tehát a bevallással kötelezett személyek bűnösségének a kérdés, általában nagyon eltérő a büntetőbíróságok gyakorlata, meg az ügyészségi is egyébként. Néha ugyanolyan vagy nagyon hasonló tényállások esetén gondatlanságot állapít meg a bíróság, más esetben tévedést, hatalmi esetben esetőleges szándékot, illetve az ügyészség esetben sok esetben vádat sem emel. Ilyen személyekkel szemben szerintem ilyenkor sokszor egyébként az a kriminál taktika húzódik a háttérben, hogy ezeket a stróma személyeket, ezeket szeretnék, vagy strómanság küszöbén táncoló személyeket szeretnék hát együttműködő tanúkénti státuszban igazmondási kötelezettségű terhelő alatt tartani, hogy a haszonhúzókat egyébként érthető módon felmeríthessék, vagy a bőszervezetet. Érdekes kérdés a tévedés, hát tévedni emberi dolog elmondjuk adózási kérdésekben, ebben a kurit ilyen szigorú gyakorlatot folyik. Könyvelő alkalmazása a terhetnek a bevallás gyöntítására egy fennálló felelősségét nem szünteti meg. Tehát ha valaki hanyagról válasz könyvelőt, és utána az hanyagról nem adja be a könyvelését, akkor az elképzelhető, hogy esetőleges szándékú adócsak, hiszen a végezető alapvető kötelme ugye az adózás kúria álláspontja szerint. Ezzel szemben ugye a kommentár kimondja, hogy az elkövetőnek tisztában kell lenni a megtévesztő jellegű magatartásával. És legfőbb ügyészség 2010-es vizsgálati tervében is helyesnek látja egyes könyvelős esetekben a tévedés alapján történő felmentés. Más kérdés szintén tévedéses esetben a kiadó számlák esete, hogy a számla kiállító vagy aláír, de egyben üresen hagyott számlát ad át számla befogadójának. Ilyen esetben hogy lehet ezt megítélni, mondjuk büntetőjogi szempontból. Ítélőtáv álláspontja szerint az elkövetőnek a számla kiállítójának esetőleges szándéka volt a vagyoni hátrány okozására, de mekkora vagyoni hátrány okozására, kérdezem én, bár mekkora vagyoni hátrány okozására, ugye, tehát a Malmit hidat is kiszámlázhatta volna magának a számla kiállító ebben az esetben, arra is esetőleges a befogadó, bocsánat, arra is esetőleges szándéka lett volna a befogadónak. Szigorú, tehát újra gyakorlat ebben a kérdésben. Viszont ez egy újra egy újjai döntés. Lehet-e tévedni az adójogi norma tartalmában? Hát, mondom, úrjának eseti döntése, hogy a mondjuk egy büntetőjogi tankönyv álláspontja sem elégséges az ilyen tévedés megállapításához, hogy az mit írt, hiszen az ilyen tévedésre csak a jogalkalmazó szervek döntései, illetve ezek tájékoztatása az, ami megalapozhatja ezt. A Tóth Mihály professzor úr kimerítően beszélt erről, egy-két kérdést még felvetnék, szerintem ez a legfontosabb kérdés a költségvetési csalás tényálláson belül, hogy most milyen megítélésű ez a tényállás, ez egy összefoglalt bűncselekmény, egy deliktum komplexum, mind a több emberen elkövetett emberölés esetében, kommentárok álláspontja egyébként mai napig ez, ahol vége ugye a költségvetések, az adónemek és a bevallások számok szerinti halmazatoknak, tehát önállóan részcselekmények folytatólagosság megállapításának helye nincs, és ugye mi zárja le ezt a törvényi egységet, hát ugye a vádemelés, illetve egyes álláspontok szerint a vád fenntartása. Hát itt ugye óriási ellentmondás van, hiszen kifejezetten maga a beiktató törvény, a törvényi indoklásában mondja ki, hogy a folytatólagosság kérdésében a gyakorlaton nem kíván változtatni. A kommentárok álláspontja az, hogy ezen változtatni kell, nincs többé helye, ugye ez egy egység, természetes törvény, ide egység. A jó alkalmazói gyakorlat nyilvánvalóan egy idő után úgy kell, hogy alakuljon, hogy nem állapítanak meg folytatólagosságot. A bíróságok sem állapítanak már meg, tehát egyre kevesebb, de vannak ezzel eltérő, kifejezetten ezzel szemben ítéletet hozó felső bíróságok, mint alul látható szegedi ítélőtábla kifejezetten nyilvánvalói döntését, hogy téves kommentárok álláspontja a folytatólagosság kérdésében. Amiért ez nagyon fontos, és Tóth Mihály professzor is említette az elévülés kérdése, eddigi gyakorlat az volt, hogy folytatólagosság utolsó részcselekményétől kezdődött az elévülés. A törvényi egységben másként nem tud, csak önálló részcselekményenként tudnak elévülni az egyes bevallások, az egyes részcselekmények, ezért számos bűncselekmény büntetlenül maradhat. Másik kérdés, hogy a törvényi egység elbírálása után kiderül, de ezen időszakban elkövetett bűncselekmények kérdése, tehát a két bevallás egymástól mondjuk távol van, de törvényi egység, mert belefér a törvényi egység keretébe, de az ezek között megvalósított részcselekmények így nem kerülhetnek elbírálásra, ez szindikátum indít el.
a dolog akadályát fogja képezni a büntetői felelősség megállapításának. Itt ugye a beruhítás lehetne ennek a feloldására alkalmas, de nyilván ehhez még beruhítás feltételeinek is meg kell felelni, tehát így is számos és cselekmény büntetlen maradva. Az üzletszerűség kérdésében az a jó alkotott értelmező rendelkezésekben mondja azt, hogy bűncselekményekre van szükség, ugye, rendszeres haszonszerzési célzat, ugyanolyan hasonló bűncselekmények elkövetése révén. Hát ha ugyanolyan bűncselekményekről beszélünk, mint a törvényi egységben, akkor itt az csak részcselekményekről beszélhetünk, tehát vélemények szerint üzletszerűség megállapításának, ha csak a dogmatikát meg nem erőszakoljuk, nincs helye. Új álláspontja szerint ez egy kontralégium jogértelmezés lehet. Az biztos, hogy elég szigorú értelmezés alapján is, ami azt mondja ki, hogy egy bűncselekmény elkövetés is megalapozhatja az üzletszerűség megállapítását, ott is azt mondja, hogy rendszeres haszonszerzésre törekszik, nyilván más bűncselekmények elkövetésével, de egy bárhány ilyen cselekményt követel, az nem lesz önálló több emberi bűncselekmény, hanem csak egy önállótlan részcselekmény marad. A bűnszervezet kérdése hasonló analógiát, illetve a szervezet célja, kívül, hogy ezt meghaladó fenyegetettségű bűncselekmények elkövetése, nyilván itt is akkor, ha ugyanolyan bűncselekmények elkövetése a célja a bűnszervezetnek, akkor ezt törvényi egység kell, hogy legyen. Ráadásul, amíg megengedjük azt, hogy ezek önálló részcselekmények bűncselekménynek minősüljenek, mert miért nem, akkor is az egyes részcselekményeknek meg kell haladnia az 5 évi fenyegetettséget, ugye, mert ezek önálló cselekmények ebben az esetben. Tehát mondjuk egy 3 millió forintos adóhiányt okozó adóbevallásban nem lehet megállapítani, mert ott az a részcselekmény csak 3 évvel fenyegetett, tehát a bűnszervezet fogalmi feltételei nem valósulnak meg. További ellentmondás ebben a kérdésben, ami releváns egyébként az előzőhöz is, hogy van-e több bűncselekmény vagy nem, hogy a túli álláspontja szerint az elkövetők számához igazodik a rendbeliség, viszont a legfőbb ügyészség kifejezetten a kúria fenti döntésével szembeni jó alkalmazást ír elő, és azt mondja ki, hogy a rendbeliség az adójog viszonyok és a gazdasági társaságok számához igazodik. Végezetül egyetekve ügyvéd urat, a korlátlan enyhítés lehetőségéből én sem zártam ki az üzletszerű elkövetőket, hiszen maga az adózás és a gazdasági tevékenységek folyamatossága, rendszeressége miatt igazából szinte minden jelentős elkövetés üzletszerű. Nem is találkozunk a praxisban, hogy olyan üzletszerű lenne valami érdemi vagy olyan hátrányt okozó elkövetés. Ezért így nem nagyon várhat a költségvetés arra, hogy ezek befizetésre kerüljenek, hiszen nincsenek motiválva az elkövetők. De másik oldalon, ha mégis lenne ez a motiváció, akkor is csak a speciális minimumot kellene